Az egész filmvilág gyászolja a 80 éves korában elhunyt brit színészt Peter O'Toole-t. Összesen 8-szor jelölték Oscar-díjra, de egyik alakítását sem díjazták az aranyszobrocskával. Végül mégis lett Oscarja, azt az életművéért kapta, megérdemelten. Karrierje az 50-es években indult. Az első átütő sikert az arábiai Lawrence című film hozta meg számára. A film forgatása másfél éven át tartott, ez idő alatt O'Toole számos komoly sérülést szenvedett, de hatalmas sztárrá vált annak ellenére, hogy ő nem kapta meg a filmnek ítélt 7 Oscar-díj egyikét sem. Zűrös életvitelét az alkohol iránti rajongása jellemezte. Kedvenc ivópartnere az a Richard Burton volt, akivel a Beckett című filmben szerepelt. Itt is Oscarra jelölték, de ezúttal se kapta meg az aranyszobrocskát. Nem csak drámai, komikus szerepekben is nagyot alakított. Így például a Hogyan kell 1 milliót lopni című filmben, melyben a legendás szépség Audrey Hepburn volt a partnere. A fiatalabb nemzedék a 2004-es Trója című filmből emlékezhet rá Priamos király alakítójaként. Évei előre haladtát a tőle megszokott humorral viselte. Egy interjújában azt mondta, az egyetlen testmozgás, amit végzek, hogy olyan barátaim koporsói mögött vonulok, akik rendszeresen mozogtak. Arra a kérdésre pedig, hogy mivel tölti a napjait, a következőt válaszolta. Minden nap megnézem a Times-ban a halálozási rovatot, és ha nem vagyok benne, elmegyek dolgozni. A hétvége óta sajnos ez a mondása már nem érvényes.